Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön, hogy a Russian Code 4-ben Backlot nevű pályája. Ez az a sorozat, ahol végigmegyünk az összes pályán, és végigmutatom azt, hogy hogyan érdemes esetleg végig rusholni rajta. Mint az előző videóban is mondtam az ambushnál, figyelztetek mindenkit, ez tényleg egy nagyon durva végig rusholása a pályának, ami azzal járhat, hogy be fogsz kapni néhány golyót, ezért a fegyver megválasztása minden pályára igen lényeg, és a perkek is. Perkek szempontjából meleg szeretettel ajánlom az UF Jammert. Miért ajánlom az UF Jammert egy ilyen fajta rás játékra? Mert régen a Code 4-ben szerverek voltak, a szervereken rengeteg szabály volt, nem lehetett kempelni, legtöbb szerveren hardcore mód volt, tehát nem volt UF. Magyarul, hogyha fegyverrel lősz egyet, az hangos, nem hardcore módban, meglátszol a radaron, és azonnal a figyelem feléd irányul, főleg, hogyha olyan pozícióban vagy, hogy hátba támadhatod az ellenfelet. Az UF Jammerrel elkerülheted azt, hogy szabadon mozogsz a pályán. Ha nem szereted az UF Jammert, egy hangtompító meleg szeretettel ajánlok. Hogyha iszonyatosan prójátékos vagy, akkor kurvára mindegy. Na, de azt mondom, hogy a Code 4 Remastered esetében érdemes megfontolni egy UF Jammert a szabad mozgás szempontjából is, amiatt, hogy tényleg egy ilyen fajta rush játékot lehessen játszani. Miért csinálom ezt? Mert utálom a kempedést, nem bírok megmaradni 2 másodpercig. Ez az én Code 4 játék stílusom. Backlotra rátérve, hogyha a spawn rendszerről beszélünk, hova szoktak spawnolni az emberkék, leginkább ugye, ha erre az oldalra spawnolsz, akkor oda szoktak spawnolni, ide csak kezdésnél, oda, erre a területre, esetleg még oda, abba a sarokba szoktak spawnolni, oda, nagy ritkán ide, illetve nem is nagyon ritkán, elég gyakran ide szoktunk spawnolni még. Nos, kezdésnél nagyon lényeges, ha itt jársz, ezen az épületen belül, abba az irányba egy gránátot érdemes eldobni, rögtön kezdésnél, mert sose lehet tudni, ki akad a horogra, mert az a gránát az itt fog landolni valahol ott, ahol a másik enemy kezd. És hogyha látod azt az antennát, ha azon az antennán egyenesen átdobod, akkor erre vagy arra a kocsira landolhat, és aki erre jön, mert ugye én pont nem arra dobtam, aki erre jön, valamelyik kocsiba belakadhat, vagy akár a te gránátodba is, halál mindegy. A másik spawn rendszer a pályának ugye az itt szokott lenni, de nem csak itt, tehát szokott ide spawnoltatni a játék, ide, oda, tehát erre a területekre, hogyha erre járunk, akkor érdemes oda figyelni. Na most, hölgyeim és uraim, jöjjön, én hogyan szoktam végigmenni backlotot. Fegyver szempontjából olyan fegyvert érdemes választani, ami nagyon precíz. Miért? Mert backlotnál rengeteg olyan kerítés van, kerítés szél, ahol pont a fej látszik csak ki. Ha értek, mire gondolok, de beszélek is róla, szóval. Nekindulunk a rásnak, én itt rögtön beszoktam erre jönni, azért, hogy elkerüljem azt a gránátot, ami ide esik, azért szoktam helyből ide bejönni, és szoktam rögtön erre jönni. Itt előszeretettel szoktak jönni Amazon játékosok, akik kicsit trükkösebbek, jó? Mert a legtöbb játékos elindul arra valamiért. Valamilyen elindul arra, pedig kurvára erre jobb ötlet lenne elindulni, hogy őszinte legyek. Na most, ugye, hogyha itt van valaki, jó esetben lelövöd, nem lövöd, én itt beszoktam jönni az ajtón, azért, hogy azt a részt ott megnézzem, oké? És hogyha van, és mikor ideérek, de ezt viszonylag gyorsan kell előadni, mert amikor ideérsz, innen még elkapod azt az 1-2-t, aki arra felé próbál menni. Óvatosan, mert ha lelövöd, azok, akik már ott vannak a lépcsőnél, vagy azon a részen, vissza fognak érted jönni. Ez 100%-ig is, hogyha egy M4, G3, M16 van a kezükben, vagy valami, azonnal headshotot lehet adni. Nagyon meg kell tanulni ezt a pályán, ezt a vonalat belőni, amit ott láttok. Azt a vonalat, ha belövitek, akkor headshotra mentek 100%-osan. Nos, hogyha itt vagyok, ugye itt benézek, esetleg, hogyha ki tudom, kiszedem azokat, akik ott kell, és folytatom erre, ezt pont akkor is megnézem, amikor nincs itt senki már, akkor is megnézem. És akkor jövök erre, azt az ablakot mindig megnézem. Mostanra már feltűntél az eneminek, hogy valaki jön mögé, úgyhogy lesz egy-két játékos, aki
vissza fog érted jönni. Tehát jössz, ennél a részén nagyon nem futnék, és nagyon nem is zoomolnék, hogy őszinte legyek, mert jössz és ugrasz. Tehát úgy kötelezően ugrasz itt, mint hogyha nem tudom mi lenne. Tehát hogy az, mindegy, hogy van-e ott valaki, ha nincs ott valaki, itt ugrasz. Azért, mert hogyha netán van valaki, meg fogod lepni, itt ugrani kell, és akkor ugye az a része, ha ott látsz is valakit, ne foglalkozz vele, hadd menjen, mert ha itt lőni kezdesz, és nem vagy lehangtompítozva, nem vagy semmi, akkor föl fogsz tűnni annak, és az ott így már téged így várni fog. Úgyhogy én azt javaslom, hogy helyből azt a lépcsőt nézed, és itt a szokott lenni, aki szokott, de helyből azt a lépcsőt nézed. Ilyenkor néha azért elnézel a radaron, ha van fönt valaki, akkor mindenképp elmész érte, ha nem, akkor ezt a vonalat érdemes becélozni. A probléma az ott van, hogy itt több helyet kell lefedezni. Az egyik az ez a vonal, és a másik az ablak. Előszeretettel kempen, és a harmadik az ablak. Ez itt egy nagyon macera, szóval én így szoktam jönni, benézek, és miközben ide célzok, a szemem sarka fölnézod az ablakra, és ha van ott valaki, és észre is tudom venni, akkor már lövöm is, tehát nincs probléma. Na most ez a hely, ez kockázatos. Amire ide elérsz, két eset szokott lenni. Megfordul a spawn leginkább, tehát nagyon sokszor megfordul a spawn. Én ilyenkor szoktam azt csinálni, hogy ezt a részt nagyon kockázatos hagyom, és visszajövök ide, megnézem, hogy tényleg megfordult-e a spawn, ha még nem fordult meg a spawn, az a szerencsésebbik eset, akkor át szoktam jönni ide, föl azt a házat megnézem, ha nincs ott senki, ezt a házat megnézem, és amire ide érsz, tehát amire onnan ide érsz, az ellenfelek, akik ott oda spawnoltak, ide fognak érni, úgyhogy itt viszont egy némi clusterfuck helyzet áll elő, úgyhogy gyorsnak kell lenned, hogy bejössz és oké, tehát bejössz és oké. Lelövöd, ha van valaki, nem lövöd. Van, hogy felszoktak oda menni, szóval jó esetben érzékeled, rossz esetben nem, de ha biztos akarsz menni, akkor fölmész, körbenézel. Dönthetsz úgy, hogy lemész itt, de akkor olyan nyílt terepet mutatsz a fejednek a csipásoknak, akik esetleg onnan kempelnek, vagy onnan kempelnek, mint a húzat. Én ezért csak felnézni szoktam, tehát feljövök, felnézek, és már húzok is le a rákba, és ezt az ajtót nézem, megyek, és látjátok, egy ilyen kis enyhe körévet írok le, hogy azt itt beláthassam. Szoktak néha ugye itt kempelni, ez egy ilyen tipikus hely. Eljöhetsz elől is, hogyha nem akarsz macerázni a házzal, és ezt a helyet, így, ezen a vonalon, én meg szoktam magam megnézni, ha nincs senki, ide bejövök, megnézem itt ezt mindenképp bejövök, megnézem mindenképp, és akkor lehet erre jönni mindenképpen. Akkor szoktam ezt az útonat választani, hogyha ebben a házban vannak bent. Ha nincsenek bent abban a házban, akkor el szoktam jönni erre gyakorlatilag, vagy hogyha úgy érzekem a radaron, hogy nem akarnak megmaradni, hogy ez kijönnek, akkor el szoktam jönni erre, és voilà. Na most ez a terület itt sokkal jobb, mint hogyha amott állnál ugye a túloldalon, mert itt csak ezt a részt kell lefedezned. És itt nyugodtan haladhatsz előre, nem kell a házba bemenj, ha úgy van, és végig csak egy részt tudsz fedezni. Az egyetlen kockázatos dolog az ez című történet. Az ott egy camp hely, de ritkán szokták használni, annál gyakrabban szokták azt használni. És ebbe a Code 4-be, a Code 4 Remastered-be sokat campelnek az emberek, illetve nem úgy campel, nagyon lelassult, nagyon le van lassulva a játék, és nagyon meghúzódnak, behúzódnak, kivárnak. Ez a stílus, egy ilyen rassuló alak vagy mondjuk, mint én, akkor az nagyon-nagyon frusztráló tud lenni egy idő után, mert el fognak kapni ezek a kis kivárom, megvárom bohócok, mert ezektől már hány inger kerülget, és hogyha ideig elérsz, akkor azt a spont, azt előszeretettel lehet lőni, ahogy lehet. De ne időzít túl sokat, kb. 3 másodperc. Ha le tudsz szedni, azt le tudsz szedni, tök jó. Ha nem, akkor már is mész tovább. Itt ugrasz. Mindenképp ugrasz. Ezen a ponton ugrasz. Lelövöd, akit le kell lőni, és nem erre jössz tovább. Isten ments, mert mindenki azt akarja, hogy erre gyere tovább. Nem, visszajössz a házba, legugolsz, távolálsz az ablaktól,
És megnézed, kit tudsz leszedni. Lelövöd, tök boldog vagy. Kijössz a házból, itt vigyázol, esetleg ha jön valaki, de csak ennyit csinálsz. Puff, kinézed, nem lősz le senkit, ha akarod lelő, akarod nem. De, hogyha már kijössz a házból, akkor már elindulsz ezen az útvonalon. És, na viszont itt, ugye azt mondtam, hogy itt ugrunk, de itt már nem. Itt már így jövünk ki, tehát én egy ilyen legugoló folyamat, így jövünk ki. Nos, innen tovább megyünk, kiszedjük, aki ott van, de a spawn ebben az esetben, ha netán még spawnoltad, a játék, akkor oda fog tenni, de a legtipikusabb, hogy ebbe a sarokba fogja tenni őket. Szóval, ha ezt el akarod kerülni, és úgy akarod, hogy jó gyereki, akkor kinézed, és voilà, c'est fini. Ha nincs ott senki, akkor már helyből nézed azt az útvonalat, és hogyha itt vagy, ezt. Itt az igazság az, hogy az ellenfél van előnyben. Ha itt kempel valaki, akkor ő van előnyben. Megállsz, kivárod, odanéz, elszámolsz 3-ig, 4-ig, 5-ig, ameddig kell. Kinéző, hogy ott van, ha nincs ott, akkor átjössz, vagy követed az útvonalat, és arra ott figyelni kell, mert van ellenfél, erre is már ritkán használják, végig egy nagyon jó hely, és így tudnám leírni a backlotnak egy ilyen rásolós változatát, nálam ez a útvonal szokott lenni. Ha erről, ugye erről az oldalról mutattam, ha a másik oldalról jövök, csak annyit szoktam ugye hozzátenni a dologhoz, és ez azt hiszem, hogy lényeges, hogy ha ide spawnolsz, és ide jössz, ugye főleg a kezdésnél, akkor ne indulj el arra, mint a többiek. Nem menj itt el, és akkor arra, és akkor ott mindenki dobál egy gránátot, ez nem SD, hogy arra kell elindulni, mert hogy ott az A, értitek? Ez egy TDM, egy Domination, egy Anem kínja. SD-nél arra elmész, oké, ott dobálsz egy gránátot, oké, boldogság van, de TDM-nél ne menj arra, hanem gyere el erre kezdésnél, gyere el erre, és itt, tehát próbáld meg gyors lenni itt, és várd azt, aki ide jön. Ha nem jön, akkor nálad van a keci nagy előny, mert minden birka elment oda, vagy oda. Tehát három eseted van. Elmentek oda, vagy oda. De. És mivel, hogy tehát azt a házat nem szeretnéd kihagyni, én javaslom neked, tehát hogyha még eljutsz ideig úgy, hogy senkit nem találtál, nincs para, mert akkor azt jelenti, mindenki elment azokra a helyekre. Feljössz ide a házba, és mielőtt még bármit csinálnál, körbenézel, és esetlegesen oda menő ellenfeleket egészen odáig ki tudod esetleg kempelni. Szóval ezt tudom javasolni, egy ilyen rush módszer backlotra, amire érdemes még figyelni ennél a pályánál. Ha behív az enemy egy helikoptert, ha netán ezen a környéken jársz, ne feledkezz meg róla, egy kis ablakod van, ott jön a heli, egy kis ablakod van arra, hogy lelőd. Tényleg, de hogyha sikerül. Amire itt vigyáznod kell, oda átláthatsz. Ezt, azon kívül, hogy heli, ezt a gépfegyvert ne használj semmire, azon kívül, hogy heli. De ritkán, tehát csak hogyha el tud érni a kis ablakot, de amúgy ezt a gépfegyvert felejtsd el. Lehet, hogy le tud lőni azt, aki ott jön, de azt, aki már ott van, nem tud lelőni, csak nagyon nehezen. Ki tudsz szedni csípás, M4-es, M16-os, G36-os, bárki ki tud szedni, és onnan is ki tudnak szedni. Ezért, ha ide jössz, arról a helyről ne feledkezz meg, mert ott halálnyugodtan lehet bárki, akit ki tud szedni. Ezen a helyen többet nem időznék 5 másodpercnél, szóval azonnal lejövök, kijövök, és látjátok, tehát eleve itt fedezékbe jövök, és akkor kijövök, és megpróbálok arra tovább menni. Srácok, remélem tetszett a metódus, ez egy tiszta rás, én ezt szoktam mindig tolni, tehát ha lelőnek, akkor ismétlés, és ez a fajta mozgáskultúra ezen a pályán hozzá fog vezetni ahhoz,
hogy ha sikerül, akkor be fogsz kerülni az ellenfél mögé, de ha úgy adódik, hogy nem jutsz az ellenfél mögé, mindenképp bele fogsz futni azon ritkább játékosokba, akik meglepetést okozhatnak neked, vagy a társaidnak, hogyha a csorda együtt vonul. Szóval egy kicsit elszakadsz a csordát, akkor ott négy, fantasztikusan fogod kihozni a napodat. Srácok, ennyi lett volna a következő videóig, egy-két napon belül töltök fel. Sziasztok!